Laci négy nappal ezelőtt kért fel erre az előadásra. Én jeleztem neki, hogy nagyon kevés időm lesz így felkészülni. Úgyhogy nem biztos, hogy a legjobb előadást fogom nektek tartani. Végül is ma délután raktam össze az előadást, úgyhogy ha valahol elírást találtok a diákon, vagy olyan információt, amit kihagytam, az egyszerűen ennek a rövid időhatárnak a következménye. Viszont a téma az annyira jó, hogy feltétlenül meg akartam találni, lévén, hogy hirtelen más nem talált, Laci. És ha meg tudom osztani a képernyőmet, úgy látom, igen, akkor vágjunk is bele. Bocsánat, egy gyors kérdés. Gábor, megy a felvétel? Úgy látom, hogy megy. Bocsánat, köszönöm. Van rendben. Szóval egy kis szösszenet a Hubble űrtávcsőről és a James Webb űrtávcsőről 5x3 dia keretében. Remélem nem futok ki a nem definiált időtartamból, ameddig tarthatom ezt az előadást. De mielőtt rátérnénk, szeretnék gratulálni a jelenlévő MAFE tagok közül Lacinak, már, bocsánat, elírtam Flórián nevedet, valamiért apukád nevét írtam, ide a Zsoltnak, Balázsnak, Zsófinak, az idei kitüntető oklevelet, amit a Vécsértől kaptatok, mert nem csak azokat ismerjük el, akik elsősorban nem a Vécsében fejtik ki a tevékenységüket. Illetve szeretném közölni veletek, vagy tudatni veletek, hogy Smál Raffael, Vécsi senior tagja lett, ami azt jelenti, hogy többet az életben nem kell Vécsi tagdíjat fizetnie, de azt hiszem, hogy ezt a tevékenységével kiérdemelte nálunk. Hát akkor most ugorjunk bele az űrtávcsövekbe. Úgy gondoltam, nem csak a HST-ről, meg a James Webb-ről kellene beszélni. Ha leszűkítjük a témát erre a két űrtávcsőre, akkor nem látjuk, hogy miért igazán jelentős műszerek ezek. Ezért beszélni kell néhány földi távcsőről is, meg általában az űrtávcsövekről, hogy kontextusba tudjuk helyezni őket. Hát miért használunk űrtávcsöveket? A legfőbb ok az az, hogy számos hullámhoz tartomány csak a világűrből érhető el, a Föld felszínéről nem, ennek oka a földi légkör. Itt a felső ábrán láthatjátok, hogy a hullámhoz függvényében mennyi a földi légkörnek az elnyelő képessége. Hát ez nagyon rövid hullámhosszakon 100%, pedig rengeteg érdekes esemény történik az univerzumban ezeken a rövid hullámhosszakon, például a gamma kitörések, röntgensugárzó kettős csillagok, a fekete lyukak környezete vagy a galaxisok is nagyon erős röntgensugárzók lehetnek, meg hát innen érkezik az ultraibolya fény is, ami főként a csillagaktivitással kapcsolatos. A látható fény tartománya be van jelölve ezzel a kis szivárvány szint sorozattal. Ez egy nagyon szűk tartománya a teljes spektrumnak, hiszen itt a vízszintes tengelyen logaritmikus skála van. A közeli infravörösben van néhány sáv, ahol viszonylag jó vagy nem túl rossz, vagy esetleg csak tűrhető az áteresztő képesség. Aztán olyan 20-tól 30 mikrométertől kezdve egészen 1 cm-ig nagyon rossz az áteresztő képesség, pedig a csillagközi ködök, a felhők, a csillagkeletkezési területek azok 10 és 100 mikrométer között nagyon fényesek. Egész egyszerűen azért, mert ezek hideg területek, 10-100 kelvines területek, rengeteg információt tartalmaznak a csillagkeletkezésről, a bolygó keletkezésről, és ezért a közepes és a távoli infravörösben sugároznak erősen, odaesik a Wien törvény értelmében a sugárzási maximumok, de ezt a Földről nem érhetjük el. Érdekes módon nagyon széles tartományban, a rádió tartományban a földi légkör az áteresztő képesség az nagyon jó, úgyhogy rádió távcsöveket nem nagyon szoktak a világűrbe helyezni, de a nagyon hosszú hullámhosszú rádióhullámokra megint rossz a földi légkörnek az áteresztő képessége. Ugye ez az egyik ok, amiért nem egyszerűen lehet menni a világűrbe és ott távcsöveket elhelyezni, hanem egyszerűen egy követelmény, hogyha tudunk menni a világűrbe, és 1957 óta tudunk, akkor oda távcsöveket is el kell helyezni, mert az univerzumot, a sugárzásának a teljes spektrumát csak a világűrből lehet lefedni, a Föld felszínéről nem. Ez a fényelnyelés az egyik ok. A másik ok, amit már 1946-ban, meg még korábban néhányan mások hangsúlyoztak, az, hogy hát a világűrben nem kell a csillagok, meg a mély objektumok fényének átjönnie a földi légkörön, ezért a légkör
okozta nyugtalanság, az nem lesz tényező, sokkal jobb felbontást érhetünk el. Ugye ki lehet használni a távcsőnek a teljes felbontó képességét a világűrből. Ugye a Föld felszínén hiába építünk körülbelül 15-20 cm-esnél nagyobb távcsöveket, egyszerűen a nyugtalanság lesz a korlátozó tényező, nem pedig a távcső átmérője. Erről azért lesz egy megjegyzésem, mert azt nem látták előre, hogy adaptív optikát fognak bevezetni, és ezzel gyakorlatilag a Földről lett jobb a látható fénytartományában a felbontó képesség, nem a világűrből. Viszont ugye a felhők okozta időjárási körülmények, azok nem szakítják meg a vizsgálatok folyamatát a világűrből, a Föld felszínéről még a legjobb helyekről is van évente 10-20-30 borult éjszaka, Magyarországról meg nem is beszélve. A vízgőz tartalom is egy komoly probléma. A kb. 2000 méter tengerfelszín alatti magasságnak például ultraébolya vagy kék fotometriát nem is lehet csinálni, de az infravörös, közeli infravörös fotometria is gátolva van részben. Egyszerűen azért, mert a Föld vízgőz tartalma szereti elnyerni ezeket a sugarakat. Ugye a telehold okozta kifényesedésről, meg ne is beszéljünk, gyakorlatilag telehold környékén nagyon kevesen észlelnek, mind az amatőr csillagászok, mind a hivatásos csillagászok közül. Ugye a nappal éjszaka ciklusa megszakítja az észlelések folyamatát, és ugye a csillagászati jelenségek időskálája erre nincs tekintettel. Gyakorlatilag a fél észlelési időt elveszítjük a nappalok miatt, meg hát a földi refrakció miatt a pozíciómérés sem túl pontos. Itt van egy összehasonlító kép, jobbra a Hubble űrtávcső képe látszik az egyik bolygóról, onnan nyilván felismeritek, hogy ez a Neptunus, azt hiszem, de most ebben nem vagyok biztos, hogy az Uranus vagy a Neptunus, de azt hiszem Neptunus. Balra pedig másik időpontban, de a Chilében található Európai Déli Obszervatórium 4 darab 8,2 méteres távcsöve képére képe, hát ezt ugye adaptív optikával készítették. Ugye ennek a bolygónak a korongmérete, a látszó korongmérete az csak néhány ívmásodperc, de nehéz azt mondani, hogy a földi légkörön túllévő, a földi légköri nyugtalanságtól nem szenvedő HST képe az lényegesen jobb lenne, mint amit ma már adaptív optikával el tudunk érni. De hát ugye a Hubble űrtávcsát ezt 1990-ben bocsátották fel, a VLT első távcs az 98-ban készült, a negyedik az 2000-ben, tehát azért volt egy 8 évnyi ablak, amikor a HST sokkal jobb képeket mutatott be erről a bolygóról, mint, meg sok más égitestről, mint a földi távcsövek. De hogyha megyünk tovább, ez például ugyanúgy egy földi távcső, meg a HST-nek a képe. A HST képe van jobbra az egyik Jupiter holdról, nevezetesen a Ganymedesről. Jobbra, balra pedig egy adaptív optikás földi távcsővel készült kép. Hát nehéz azt mondani, hogy a HST lényegesen jobb lenne, mint a földi optikás kép. Ez pedig egy hat nagy csillagkeletkezési ütemet bemutató csillaghalmazról készült, az NGC 3603-ról. Itt is jobbra van a Hubble űrtávcsőnek a képe, balra pedig a VLT. Hát néhány adatot összeírtam itt összehasonlításnak. Ugye a HST 90-ben készült el, a VLT egy évtizeddel később. Ha még precízebbek akarunk lenni, a HST 90-ben lett felbocsátva, de 70-es évek végének, 80-as évek elejének a technológiájával bír. Ugye elég sokat késlekedett, meg kipróbált technikát akartak felküldeni. A HST másfél milliárd dollárba került csak a megépítés, ez 375%-os költségtúlépést jelent. A VLT nem tudom pontosan mennyibe került, két adatot is találtam, az egyik, hogy 330 millió euróba, meg egy másik adatot, ami szerint 990 millió német márkába, és a kettő az inkompatibilis. Nem tudom, hogy melyik a kisebb összeget írtam ide, mert ahhoz képest csak 15%-os a költségtúlépés. Ugye a HST-t kellett javítatni, az öt űrmissző és másfél milliárd dollárba került, és az üzemeltetés az 98 millió dollárba kerül évente, még most is. Ugye a VLT-nek az üzemeltetése, ezt megtaláltam ezt az adatot, 2019-es mind a két adat, 19-ben 17 millió euróba került a VLT-nek az üzemeltetése. És hát ugye a VLT kép az adaptív optikával készült, és szerintem a földi 4 darab 8,2 méteres távcsőnek a képe jobb,
mint a 2,4 méteres űrtávcsői. Tehát ez például pont egy ellenpélda arra, hogy érdemes menni a világűrbe, de ez nem falszifikálja, vagy nem cáfolja azt, hogy a világűrbe érdemes távcsöket tenni. Azért érdemes hozzátenni, hogy a két műszer között van egy 30-40 év korkülönbség, hogy milyen technika van beleépítve, milyen kamera van beleépítve. És ez egy lényeges dolog, mert óriási fejlődés volt a számítás technikában, a detektorokban, a képfeldolgozásban az eltelt idő alatt. Szóval azért nagyon meg kell gondolni, hogy mikor építünk egy űrtávcsot. A HST annak idején forradalmat okozott a csillagászatban, 10 évvel később a VLT is, tehát mind a kettő megérte a befektetett pénzt, de ma már nyilvánvalóan egy HST-t nem küldenének fel, amikor már kéznél van a VLT. Egy kicsit próbáljuk szövegesen összeszedni, hogy mik az űrtávcsok előnyei és hátrányai. De az egyik előny az űrtávcsőnek a földi távcsövekhez képest az a magas duty cycle, vagyis az, hogy 24 órából hány órát észleli az adott objektumot a távcső. Ugye a Földön a sarkvidékekről, a sarki teleken el lehetne érni elvileg az 5-6 hónapot, de ugye az északi sarkra, a tengerre, jégre nagyon nehéz távcsövet tenni, és kiderült egyébként részben a mi német űrkutatási, lég- és űrkutatási intézetünknek a közreműködésről, hogy az Antarktisz sem olyan nagyon jó hely egyébként csillagászati megfigyelésekre meglepő módon. Úgyhogy gyakorlatban igazából az éjszaka-nappal 24 órás ciklusával észlelgetünk, amit még tovább ront a felhősödés meg a telehold. Úgyhogy az úgynevezett ablakfüggvény, vagyis hogy például egy milyen periódusú exabolygót lehet felfedezni, az nagyon rossz a Földről nézve. Gyakorlatilag 3 napnál hosszabb keringésidejű exobolygót, az nagyon nehéz felfedezni a Földről, és például az én kutatási területemnek ez a fontos, de például a fedési kettős csillagot is nagyon nehéz. Ehhez képest a francia-európai koró az 6 hónapig tudott egy mezőt mérni, a Kepler 4 évig folyamatosan, ennek az utódja a K2, és 3 hónapig ugyanazt a csillagmezőt tudta folyamatosan mérni. A TESS meg attól függően, hogy hová néz az égbolton, 1 és 12 hónap közötti megszakítás nélkül adatsorokat ad, vagy közel megszakítatlan, mert hát ugye azért technikai hibák, leállások mindig vannak, vagy például a teszt azt minden 4 hétben le kell állítani 1,5 napra, hogy az adatokat letöltsék róla, és addig nem észlel, mert vagy észlelünk, vagy adatokat töltünk le vele. Úgyhogy az űrbe menni minden hátrány ellenére kötelező, mert például ilyen hosszú, közel megszakításmentes adatsorokat a Földről nem lehet gyűjteni. Ugye az is előnye az űrtávcsőnek, hogy a Földről nem elérhető hullámhosszakat tanulmányozhatunk, vagyis az űrbe kell menni minden más hátrány ellenére. Egy hátránya az űrtávcsőeknek, hogy például a fotometriai távcsők, az előbb említett koró, Kepler, K2, TESS, az igazából csak egy színben mér. Egyszerűen a mozgó alkatrészek problémája miatt nem akarnak szűrőváltót beletenni, mert minden mozgó alkatrész az hibaforrás, és ugye ez a következő hátrány, hogy vagy nagyon nehezen lehet javítani az űrtávcsöveket, mert oda kell menni űrhajóval, embert kell oda küldeni, ez szervezést igényel, előkészületeket igényel, a munkafázisok begyakorlását igényli, esetleg szerszámot is kell készíteni, valakinek ezt ki is kell fizetnie, úgyhogy a mozgó alkatrészeket az kerülik az űrtávcsöveknél, ebből következőleg viszont a legtöbb az egyszín fotometriával dolgozik, hát néhány kivétel azért van így vagy úgy megoldva. De éppen ezért ugye a HST-be betervezték ezt a hatalmas javítási költséget, meg azt is, hogy esetleg a technikai fejlődést figyelembe vegyék, ezáltal egyes alkatrészét, detektorait, szűrőit az kicseréljék és újat tegyenek be. De van olyan, ami 1,5 millió kilométerre van a Földtől, ilyen volt például a Kepler, ilyen a James Webb jelenleg, vagy ilyen lesz a Plato, amin én is dolgozom, és 2026-ban indul. Az olyan messze van, hogy az életben nem fogunk oda küldeni űrhajót, meg űrhajóst, hogy javítson, továbbfejlesztetet. Míg a földi távcsök azok bármikor továbbfejleszthetőek, javíthatóak, ez nem mindegyik űrtávcsőre igaz. Néha erős sugárzási térben is vannak ezek az űrtávcsövek. Ugye például a napkitöréseknél elképzelhető, hogy akár tönkre megy az elektronika,
A sugárzási térbe bele lehet érteni egyébként a mikrometeorit bombázást is, ugye a James Webb-nek a főtükre is kapott már 2 vagy 3 mikrometeoritot, vagy amikor 1992-ben egy hatalmas Perzéde kitörést vártak, és ez be is következett, akkor például a Hubble távcsővel leállították napokra az észleléseket, becsukták a tubusfedő sapkáját, ott éppen volt egy ilyen mozgó alkatrész, hogy véletlenül se sérüljön a főtükör. De hát akkor vannak további előnyei is, például a mikroföldrengések, azok nem zavarják a távcsőnek a pozicionálását, és nagyon pontos asztrometria lehetséges. Ugye a Gaia műholddal, ami egy európai műhold, azzal 200 mikroív másodperces pontossággal lehet mérni paralaxis értékeket. Hát ez egy Kepler fénygörbe, ugye a csillagászatban a fotometria is nagyon-nagyon fontos. Itt az időt látjátok napokban valamilyen kezdőponttól, ez hozzávetőleg 4 évet ölel fel, és a fluxust, a csillagnak a fluxusát lehet látni a függőleges tengelyen. Ja, ami feltűnik, itt biztos látjátok az egeremet, az, hogy néha vannak ilyen lefelé történő fényesség ingadozások periódikusan, minden 3,5 napban. Ezek egy bolygónak a tranzitjai, egy Jupiter méretű, forró Jupiternek a tranzitjai, meg amit még lehet látni, hogy van egy ilyen hosszú távú, kb. 1 éves periódus ingadozás, ez egy relativisztikus effektus egyébként, meg azt is lehet látni, hogy a fénygörbe néha ugrásokat mutat. Ez azért van, mert a Kepler űrtávcsőnek a napelem tábláit minden 3 hónapban utána kellett igazítani a naphoz, és ezért elforgatták a távcsőt a saját optikai tengelyek körül, és így egy másik CCD kamerára esett az objektumnak a fénye. De ilyen hosszú, megszakításmentes adatsorokra nagyon nagy szükségünk van, vagy hát itt is lehet látni, hogy azért néha-néha vannak megszakítások, de nagyon rövid időtartamúak, mert itt van az egyik legkisebb egzobolygónak a fénygörbéje. Itt van alul egy fantázia rajz, csak hogy valami színeset is mutassak. De az a fénygörbe, amiből végül is felfedeztük a posztdoktorommal, Krisztina Lámmal ezt az egzobolygót, az itt látható, és itt a nulla fázis körül, ha nagyon megnézitek, kicsit leesik a fényesség. Nem sokat, olyan körülbelül 300 mikromagnitudót. Hogyha itt jó átlagokat képzünk, akkor az átlagos fénygörbén már sokkal jobban látszik, hogy ennek a 8 óra keringés idejű bolygónak minden 8 órában van egy tranzitja. De ezt nem lehetett volna felfedezni, hogyha a TESS nem észleli ezt a csillagot 1 hónapon keresztül 2 perces expozíciókkal folyamatosan. És ezt a Földről nem lehet megcsinálni, nem csak azért, mert nappal-éjszakai ciklusváltások vannak, de azért is, mert ilyen kismértékű fényesség ingadozást a csillag fényességében a Földről nem lehet kimérni, hanem a földi légkör azt szétkeni. Egyébként ez tényleg egy pici bolygó, ez az a mi eredményünk. Ugye itt van a Föld, németül Erde, itt van a Vénusz azon a tömegsugárdiagramon, itt van a Mars, itt van a Merkur, és hát ezek a háromszöggel jelölt bolygók, ezek bizonytalan tömeg- és sugárértékek, amik meg körrel vannak jelölve, azok biztosak, hát lehet látni, hogy a második legkisebb tömegű, az első legkisebb tömegű és a második legkisebb méretű bolygó, amit nem mi fedeztünk fel, az itt van, amit meg mi fedeztünk fel, az meg itt van. Tehát a diagramnak ez a része még nincs benépesítve, itt még csak most kezdjük el felfedezni a bolygókat. De hát, hogyha az űrtávcsövek olyan jók, akkor miért használunk földi távcsöveket is még mindig? Hát először is olcsóbbak, ugye főleg a feljuttatás, meg az üzemeltetés költségei miatt. Mert például gondoljatok arra, hogy ha le kell tölteni űrtávcsövekről képeket, fotometriai adatsorokat, egyéb információkat, ahhoz rádiótávcsövek is kellenek. És minél több űrtávcső van fent, annál több komoly méretű 25-30 méteres nyílású vagy antennájú rádiótávcsövek kellenek. Ugye a javítás és a továbbfejlesztés az olcsóbb is, meg a lehetőség is adott, meg hát nem ütköznek neki meteoroidnak, meg űrtörmeléknek. Amit szeretnék nektek hangsúlyozni, és ez talán egy kicsit bevezető és a következő eladáshoz, ami a űrtávcsövek nyersképeivel foglalkozik, hogy a csillagászat, az asztrofizika, a kozmológia, de az amatőr csillagászat is, az nem egyenlő az asztrofotózással, úgyhogy érdemes ezt is kontextusba helyezni, hogy hol helyezkedik el.
Ugye detektálunk gravitációs hullámokat is, meg detektálunk részecske sugárzásokat is a világűrből, meg az égitestekről. De legfontosabb megismerési mód az, hogy az elektromágneses hullámot tanulmányozzuk. Ugye ez a gamma sugaraktól a röntgenen és az ultraibolyán át a látható fényben, az infravörösben és a rádióban minden magába foglal. Ezt ugye nézhetjük pozíció szerint, az lesz az asztrometria. Nézhetjük, hogy milyen erős a sugárzás, ez lesz a fotometria, hogy polarizálta a fény, ez lesz a polarimetria, ami például a mágneses térről ad felvilágosítást. Lehet spektrofotometriát, meg részletes spektroszkópiát csinálni, ideértve a radiális sebességmérést is, tehát azt, hogy hullámhoz szerint hogyan oszlik el a fénynek az erőssége, és lehet morfológiát is csinálni, és itt van helye az asztrofotózásnak, beleértve a helyszíni vizsgálatokat, a bolygófényképezést, mindent, ami olyan képi információt ad, ami lehetővé teszi az alaktani besorolást, vagy a méretek megállapítását, és így tovább. Hát akkor most térjünk át az űrtávcsövekre. Az űrtávcsöveknek a történet az elég régen kezdődött, mert ez a Beer és Mädler két német csillagász már 1837-ben számba vették, hogy egy holdon elhelyezett távcsőnek milyen előnyei lennének, és szerintem ez fantasztikus, hogy jól az első használható rakéták előtt, ez egy jó 90 évvel az első rakétakísérletek előtt már ezt a listát megtették. Ugye rakétákat használtak a kínaiak is, meg az angolok is Kopenhága ostrománál 1805-ben például, a kínaiak meg még régebben, 1000 évvel ezelőtt, de ezek csak halicélú rakéták voltak. Az, hogy valaki a világot megpróbálja elérni, ez csak az 1920-as években kezdődött, és a 40-es évek végéig nem is hozott sok kísérletet. De ugye az egyik nagy űrhajózási teoretikus, Obert, aki egyébként Magyarországon született, 1923-ban egy Németországban megjelent könyvében már rámutatott arra, hogy távcsöveket is fel lehet küldeni rakétával. Az első komoly javaslatot pedig Spitzer tett 1946-ban, és lényegében az ő terveinek az egyik első megvalósulása volt az Orbiting Astronomical Observatory 2, ez egy 1968-as távcső, 31 cm-es tükörrel rendelkezett és ultraibolya fényben végzett vizsgálatokat. Ha nem számoltam félre, akkor eddig 116 darab űrtávcsövet küldtek fel. Némelyiknek itt látjátok a nevét, meg azt, hogy a vízszintes vonal azt jelenti, hogy milyen hullámhoz tartományt fed le, és hát lehet látni, hogy a legtöbbje az főként a rövid, a gamma meg a röntgen tartományban dolgozott, a láthatóban igazából kevés. Egyébként ezek közül a legnagyobb a Herschel meg a Planck volt. A Herschel az például 3,5 méteres tükörrel volt szerelve. Ez a táblázat az azt mutatja, hogy a különböző tartományokban mikor történt az első indítás, az eddigi utolsó. Ugye némelyik űrtávcsakkár 20-30 évet is tud üzemelni, úgyhogy jó sok még üzemel ezek közül. És hogy hány darabot indítottak el gammában, röntgenben, ultraibolyában. Lehet látni, hogy a távcsövek többség az röntgen és ultraibolya tartományban működött. Nem vagyok benne biztos, hogy a táblázatom teljesen pontos. Úgy gondolom, hogy ott a darabszámokat úgy kell érteni, hogy plusz-minusz egy, lehet, hogy egyet-egyet kihagytam, vagy kétszer számoltam. Egyébként jelenleg, amit én összegyűjtöttem, 14 jövőbeli űrtávcső áll tervezés alatt, még pedig olyanok is, amelyek a James Webb-nek a meghaladását célozzák, majd erre is ki fogunk térni. Ez csak egy ilyen összehasonlító kép, hogy a méret arányosan egymáshoz képest hogyan növekszik az űrtávcsöveknek a gyűjtő felülete. Itt megint egy érdekes dolgot el kell mondani. Ugye a Hubble űrtávcső nyílása 2,4 méter, és ez azt jelenti, hogy optikai tartományban, tehát a látható fény hullámhosszán a felbontó képessége 0,05 század ívmásodperc. És ugye a felbontó képesség függ a hullámhoztól, meg a távcsőnek az átmérőjétől. Ugye a James Webb-nek a legnagyobb átmérője az olyan 6,5 méter, pontosabban annak megfelelő méretű körnek felel meg a gyűjtőképessége. Egy 6,5 méteres tükörnek
Ugye jóval jobb lenne a felbontó képessége, mint egy 2,4 méteresnek, de amíg a Hubble, az a látható tartományban működik, meg az útrébajában, meg a közeli infravörösben, de a látható fényben 500 a felbontó képessége, 500 év másodperc. De a James Webb-nek például 3 mikrométeren kétszer rosszabb a felbontó képessége, mint a Hubble-nek. Egyszerűen azért, mert hosszabb hullámhosszon dolgozik. Ez csak azt mutatja, hogy hol keringenek a különböző űrtávcsövek, közöttük olyanok is, amik már befejezte a működését, meg olyanok is, amik még dolgoznak. Hát vannak preferált pályák, például az egyenlítőhöz közeli, vagy a poláris. Ugye azok, amelyek a napföldrendszernek az L2 pontjában dolgoznak, ide fog kerülni majd a mi űrtávcsőnk, majd beszélek róla, a Plátó, meg itt az L1 pontban meg egy csomó napészelő műszer található. Hát akkor térjünk rá a HST-re. Az egyik érdekes kép, amit találtam ma délután, ez Nancy Grace románt, az űrtávcső anyját ábrázolja. Egy 1966-os felvétel, amelyen ott van előtte egy makett, hogy milyen űrtávcsőt képzelt el. És akkor még el se volt döntve, hogy a sok lehetséges terv közül melyik lesz a megvalósítandó. Ugye emlékeztek a HST-nek az alakjára, hogy nagyjából, vagy itt ezen a képen, amikor éppen kiemelik az űrsiklóból, mielőtt útjára bocsátanák, nagyon hasonló lett végül a végső megoldás. Egyébként eredetileg 3 méteres lett volna, azért szorították le 2,4 méteresre, hogy beleférjen az űrsiklóba. Nagyon nehezen indult a projekt, mert 74-ben az USA kongresszusa minden űrtávcső projektet törölt anyagi okok miatt, de 77-ben egy közös NASA-ESA projektben újra kezdődött, ugye az ESA az az Európai űrügynökség, aminek 2015 óta Magyarország is tagja. Ugye emiatt 15% garantált távcsőidő jár az európaiaknak. 83-ban kapta meg a Hubble nevet. A Challenger 86-os katasztrófája miatt csúszott a felbocsátása, ami így 1990-re került. Egyébként nem fog fönnmaradni, mert hiába kering körülbelül 538 km magasan, még ott is van légköri fékeződés, olyan 2030-2040 között le fog hullni. 11 tonnás, kevesebb, mint 3 kW villamos árammal működik. Ez egy 2,4 méteres Ritchie Chrétien távcső, 57 méterénél is hosszabb fókusszal, F/24-es. Az ultraibolyában, a láthatóban és a közeli infravörösben működik, körülbelül 1 mikrométertől 2,8 mikrométerig, és része a NASA Great Observatories programjának, amihez tartozik még gamma, meg röntgen, meg infravörös űrtávcső is. Ez a közel a Chandra szerintem még működik. Itt van a HST-nek a tükre, még amikor csak polírozzák. Hát ez szép méretes darab. Én nem akarom ezt a listát felolvasni, majd a felvételről végignézheti mindenki, hogy mikor, mely években milyen műszerek működtek rajta, és azokat hogy hívták. Ugye nem mindegyik műszer volt fent mindig, mert némelyik műszert lecserélték, visszahozták a földre. Van olyan, ami például itt van kiállítva Németországban, van, ami Amerikában, meg vannak olyanok is, amelyeket elkezdtek működtetni 97-től. Azt a 2008 óta fenn van, de hibernált állapotban. Van, ami még mai napig is működőképes. Ez sokkal érdekesebb szerintem nektek, hogy a távcsőidőt hogyan osztják el. A távcsőidőnek a 10%-a az Director's Discretionary Time, DD, vagyis az igazgató, az űrtávcső intézet igazgatója úgy osztja el ezt a távcsőidőt, ahogy neki a kénye kedve tartja. És a jó dolog jóban lenni vele, és akkor lehet szerezni a rendes távcsőidő pályázaton kívül is időt. Egyébként a 2002-es fizikai Nobel-díjas Riccardo Chacconi kezdeményezésére az ő ESA igazgatói távcsidejéből adtak amatőröknek pályázat útján távcsőidőt, végül is 13 amatőr észlelhetett az ő DD idejéből. Rendesen pályáztatva voltak a kérelmek, és egy amatőr csillagászokból álló bizottság döntött a dologról. Például az IO-nak a kén-dioxid sávbeli fotometriai mérése történt meg, amikor az IO az fogyatkozott a Jupiter árnyékában, és ebből például egy tekintés Icarus cikk született, és ezt mind amatőr csillagászok írták.
Annak idején az Albirau Amatőr Csillagász Klub akkori vezetője, Juhász Tibor nagyon helyesen megjegyezte, hogy nem biztos, hogy egy magyar amatőr egyáltalán sikerrel pályázott volna, mert nem csak lelkesnek kellett lenni, hanem bizonyos szakmai tudás is kellett volna. Hát 97-ben ez a program megszűnt, én azt olvastam azért, mert anyagiak nem álltak rendelkezésre. Mai napig nem értem, hogy miért kellett volna ez anyagi dolog. De egyébként például a HST képeit átnézve, az úgynevezett zöldborsó galaxisok, azok amatőr profi együttműködésben történtek. Van egy target of opportunity távcsőidő út is, vagyis ez gyakorlatilag lehetőség. Be kell adni a távcsőidő pályázatot, és nem kell megadni a célpontot, hanem azt kell mondani, hogyha feltűnik egy ilyen vagy olyan szupernóva, vagy egyéb tranziens jelenség, vagy gamma kitörés, vagy egy üstökös, ha jön, akkor mi azt így meg úgy szeretnénk mérni. És hogyha jön, akkor a mérést végrehajtják, ha meg nem jön a fél éves vagy egy éves ciklus alatt, akkor meg nem hajtják végre. Ugye nem, ugye egy csillagászatban nagyon gyakran előfordul, hogy a váratlanra kell készülni, mert valami váratlan kerül rá a képekre, valami váratlan felfedezés történik, és akkor jó, hogyha a HST összes ideje nincs lefoglalva, meg a James Webb-é sem, azon is van target of opportunity lehetőség, hanem lehet használni minden héten néhány órát ilyen váratlanul feltűnő objektumoknak az észlelésére. Egyébként ötszörös túljelentkezés van még mindig a HST-re is, a James Webb-re meg még nagyobb, és ezt egy nemzetközi bírálóbizottság bírálja el, hogy kikap távcsőidőt. De egyébként állampolgárságra való tekintet nélkül bárki pályázhat, és még csak egyetemi diploma sem kell hozzá, hanem jó pályázat kell. Bizonyára ismeritek ezt a képpárt, balra a HST egyik legelső képe, ami döbbenetet váltott ki, amikor leérkezett, mert ez életlen. Hiszen pontosan szférikus aberráció okozta, életlenség van rajta. Elrontották a tükör csiszolását, ez egy külön sztori, ha lesz majd idő rá, akkor elmesélem, hogy mi történt. A lényeg az az, hogy mivel meg akartak spórolni pár tízezer dollárt, ezért inkább egy 100 dolláros kísérletet végeztek el, az nem sikerült, helyette kellett egy 100 millió dolláros szervizutat csinálni az egyik űrsiklóval, hogy egy korrekciós optikát felvigyenek és a fényútba elhelyezzék, hogy éles képeket kapjanak. Ez a korrekciós optikával kapott kép a szervizút után, ez van jobbra. Egyébként ezen is javítottak tovább, ugye egyre élesebb és élesebb képeket sikerült. De hát ez egy olyan hiba, ami egyébként meg egy saját maga tükrét csiszoló amatőr csillagásszal sem kéne, hogy előforduljon, ahogy a volt doktori témavezetőn fogalmazott, ez elemi hiba volt. Ugye a HST-ről kevesen tudják, hogy voltak neki komoly tudományos céljai. A fő célja az az úgynevezett Hubble Key Project volt. Itt balra nem biztos, hogy nagy benyomást tesz rátok ez a kép. Az M81 galaxisnak a cefeidái látszanak itt, minden képen meg van jelölve két vonallal, hogy hol van egy cefeid, és azt lehet látni, hogy hol fényesebb, hol halványabb. Nem akarok itt belemenni most, hogyan lehet a cefeidákat távolságmérésre felhasználni, de a Hubble Key Project volt a fő célkitűzése az egész űrtávcső projektnek, ami azt célozta, hogy az univerzum tágulását leíró Hubble paramétert az pontosabban meghatározzák, és hát ez sikerült is nekik jó több mint 10 évnyi munkával, és kalibráltak más módszereket is, így hozták ki, hogy ez a H0 érték, a Hubble távcsőnek a jelenkori, nem, bocsánat, a Hubble állandónak a jelenkori érték az 72 km per szekundum per megaparszek, és ilyen ütemben távol az univerzum. Hát aztán nem tudom, hogy csillagkeletkezés vagy média attrakció volt ez a híres kép a teremtés oszlopairól. Az, hogy ezt a nevet adták neki, az biztos nagyon magára vonta a figyelmet. Egy képnek az elnevezése is sokat számít. Szerintem a Rafi képét, az a híres technológia börtönében képnél, a győzelmét a Greenwich-i versenyen nem is csak az okozta, hogy egy jó képet készített, egy érdekeset, izgalmasat, hanem a hozzáadott képcím, az legalább 10-szeresére feldobta a képnek az értékét, akár csak a teremtés oszlopai elnevezés ennek a képnek az értékét. De nagyon-nagyon sok eredménye volt még a HST-nek, aminek a felsorolására nem lenne elég egy
fél éves egyetemi szeminárium sem. Én csak az a Schömiker Lévi, vagyis SL9 üstökös a becsapódását azért választottam ide egyébként az üstökös különböző darabjainak a becsapódás nyomait, ezek a fekete különböző lökés hullám darabok jelzik. Ugye Jupiter árapály ereje széttépte az üstököst, darabokra több mint 20 magra, és ezek egymás után becsapódtak a Jupiterbe, és ilyen szép fekete foltokat okoztak. Egyébként a döbbenet az, hogy ezek jó részét egy 6,3 centiméteres távcsővel is lehetett látni százszoros nagyítással. Én például azzal figyeltem őket mások társaságában, Zalaegerszegről annak idején 94-ben. Nem volt ilyen jó a látvány, de azért lehetett látni ezeket a nyomokat. Egyébként 19-ig, vagyis 29 év alatt 15 ezer tudományos cikk született a HST adatokban, ami nagyon soknak számít. Egy másik nagy eredménye az a Hubble Deep Field volt, eredetileg 150 órát akartak exponálni több részletben egy kiválasztott égbolt területre, ami egyébként a Nagygöncölben volt, hogy minél halványabb, minél távolabbi galaxisokat tudjanak megrakítani. Ez annyira jól sikerült, hogy az is kiderült, hogy egy olyan 8-10 milliárd évvel ezelőtt voltak más típusú galaxisok is, manapság csak elliptikus, meg spirális, meg irreguláris galaxisokat tartunk számon, ezeknek a különböző altípusait, de egy teljesen új galaxis osztályozási rendszert kellett bevezetni a nagyon ősi galaxisokhoz. Ugye itt lehet látni, hogy a HST-hez, a Földhöz, meg a Naphoz képest hol helyezkedett el ez a Hubble Deep Field, vagyis a Hubble mély jég mező, vagy Hubble mély mező. Egyébként azóta van több Deep Field is, és hát a HDF-fel körülbelül olyan, addig láttunk el, amikor az univerzum korát 1 milliárd évesre becsülhetjük. Ugye ma olyan 13,7 milliárd éves az univerzum. Amivel a Hubble Deep Fieldig elláttunk, az 1 milliárd év volt. Később megismételték ezt a Deep Field kísérletet, ez lett a Hubble Ultra Deep Field, vagyis az ultra mély felmérés. Ezzel odáig el lehetett látni, hogy pontosan már nehéz becsülni a kort, de olyan 400 és 700 millió éves lehetett az univerzum. Az elméleti számítások azt mutatják, hogy az első galaxisok akkor alakulhattak ki, amikor 300 millió év eltelt az ősrobbanás után. Mivel az ultra deep fielden sem látunk 400 millió éves kor alá, ezért a Hubble hiába látott nagyon-nagyon ősi galaxisokat, a legősibbeket nem látta, és ez is egy érv volt amellett, hogy kell nekünk egy új távcső, ez lett a James Webb. Egyébként érdemes figyelembe venni azt, hogy nem csak azért halványak a nagyon távoli galaxisok, amiket itt lehet látni, meg ugye néhány kinagyított kép, ez egy nagyon távoli galaxis, különböző szűrőkkel hogyan lehet látni. Nem csak azért halvány egy távoli galaxis, mert messze van, hanem azért is, mert a vörös eltolódás miatt a sugárzási maximuma a látható fényből átcsúszik az infravörösbe. Ugye a legtávolabbi galaxisoknak akár 10 vagy 11-es is lehet a vörös eltolódása, vagyis ennyi plusz egyszer növekszik meg a színképvonalaiknak, meg a fotonjaiknak a hullámhossza. Vagyis hogyha van egy galaxis itt a közelünkben, ami 500 nanométeren sugárz a legerősebben, az 9-es vörös eltolódásnál lenne, akkor már 5 mikrométeren lenne a sugárzási maximuma, ami egyáltalán nem a látható fény, hanem az bizony már a középinfravörös. Úgyhogy ezek voltak a különböző deep field felmérések. A 90-es években a földi obszervatóriumok olyan egyes vörös eltolódásig láttak, az körülbelül megfelel az univerzum 6 milliárd éves korának. A Hubble Deep Field az jóval 1 milliárd év alá látott, az Ultra Deep Field az már olyan 800 millió év alá, és az Ultra Deep Fieldet, amikor 2010-ben megismételték infravörösben, akkor jutottak el olyan 500 millió éves kor környékére. Ez egy régi ábra, de szándékosan tettem ide, mert akkor már tervezték, hogy a James Webb-bel el kell látni a 20-as vörös eltolódásig, vagyis 200 millió éves korig,
mert az biztos, hogy túl van azon, ahol az elmélet várja az első galaxisokat, az kb. 300 millió évnél lenne. És hát akkor már térjünk át a James Webb-re. Ugye ekkor az ember méret, egy átlagos ember mérete, meg a Hubble, meg a James Webb-nek a tükör átmérője. És hát a James Webb is lefotózta ugyanazt a területet, amit a Hubble űrtávcső 2017-ben. Itt ugyanaz a terület az égen, ugyanaz a képnek az irányítottsága, ugyanaz a képskála. Ugye felismerhetitek, hogy például ez a három csillag, ez a három csillag, itt ez a galaxis, ami csillag mellett az éppen látszik, még a Hubble felvételen, de mellette van egy másik galaxis, ami a HST képen nincs rajta, de a James Webb-en igen. És hát nem csak amiatt van ez a különbség, mert 2,4 méter versenyzik 6,5 méteres távcső átmérővel, hanem azért is, mert a baloldali kép látható fényben készült, ahol ezek a galaxisok két ok miatt is halványak, a vörös eltolódás meg a távolság miatt, és infravörös beli, hamis színes kép a jobb oldali. Ugye lehet látni, hogy itt egy gravitációs lencsehatás elkezd megjelenni a HST képen, de ez sokkal jobban ki van rajzolódva a James Webb képén, és hát sokkal több részlet feltűnik, ami sokkal pontosabb tömegmérést tesz lehetővé arra a galaxis halmazra, ami okozza ezt a gravitációs lencse jelenséget. Egy kis vicc, mindannyian emlékeztek rá, hogy a James Webb az már nagyon sokszor el akart indulni, aztán sosem sikerült. Erről vannak sztoriaim, amit esetleg majd, hogyha leállítjátok a felvételt, akkor majd elmondok. Ez a vicces ábra jobb, azt mutatja, hogy a vízszintes tengelyen volt az aktuális dátum, függőlegesen pedig, hogy az adott évben mit jósoltak arra, hogy mikor indul el a James Webb. Hát aztán végül 21-ben elindult, 21 végén, de az adatpont illesztés az 26-os indulást adott volna. Legalább lehetett reménykedni, hogy a időbeli távolság az csökken. A helyzet az egyébként, hogy a Detre őrsöt kértétek volna meg, aki nekem az egyetlen, nem, a kettő közül az egyik olyan diákom volt, akinek vizsga nélkül adtam ötöst annak idején az ELTE-n, akkor sokkal jobb áttekintést kapnátok a James Webb-ről, mint amit én adhatok nektek. Egész egyszerűen azért, mert én a James Webb-et csak kívülről nézem, meg távcsidőt kértünk rá és kaptunk. Februárban kezdik el mérni az előbb bemutatott GE-367-es csillagnak a bolygóját, amit mi fedeztünk fel. Viszont őrs dolgozott a James Webb-en, a Mid-Infrared Instrumentnek, a MIRI-nek, ő volt az elektronikai vezetője, itt a képen egyébként a feketében látszik a fiával, és hát itt balra egy 46 cm-es dobzon távcső van, ez a WCS-nek a távcső, jobbra meg itt ez a 35 centis dobzon az enyém, kezdte meg néhány taktárs, és egy nagyon jó előadást, ja, egyébként itt éppen Ágoston Zsolttal pózol a Zsolt távcső mellett, de egy nagyon jó hangulatos távcső, egy nagyon jó hangulatos előadást tartott idén júliusban Őri Magyarósnál, hát nézzétek meg, hogy a hallgatóság nyugágyakban fekszik. Őrs lazán, nem öltön nyakkendőben, akadémikusi módon tartja az előadást, mint a James Webb egyik vezetője, hanem rövid nadrágban, térnadrágban, motorral érkezett egyébként a fiával együtt, úgyhogy jó kis laza kis előadás volt, nagyon, nagyon hangulatos, és körbe lehetett állni, és minden amatőr csillagász beszélhetett vele. Úgyhogy jobban jártatok volna, ha őt kéritek meg. Én csak annyit tudok róla elmondani, hogy amennyit nagyon röviden délután összeszedtem. Ugye a JVST-nek a tudományos céljai az alábbiakban összegezhető. Szeretné látni az első csillagoknak a kialakulását és a tulajdonságait, az első galaxisok kialakulását és tulajdonságait, hogyan fejlődtek a galaxisok az utóbbi több mint 10-12 milliárd évben, milyen potenciálisan lakható exobolygó tulajdonságok vannak, hogyan keletkeznek a bolygók, és mit tud mondani a James Webb az élet eredetéről. Ugye ez egy 6,5 méteres főtükrű távcső, 18 szegmensből lett összerakva. Ugye aranyjal bevont berillium tükör, két olyan anyag, ami mindannyiunknak rendelkezésére rá, otthon is megcsiszolhatjuk. Ez egy F per 20-as kors távcső,
vagyis a majd mindjárt mutatom, hogy mi a korstávcső. 131 méteres a fókusza. Ugye, ha ránéztek a saját asztrofotóitokra, akkor azt látjátok, hogy a többség a csillagközi ködöket preferálja, mert azok jó nagyok az égbolton, jól mutatnak a rövid fókuszú képeken. Hát a rövid fókusz, tehát számomra az 1-2 méter is rövid fókusz, hogyha hivatásos csillagászatban 50 meg 130 méteres fókuszokról beszélünk, és ott nagyon kevesen készítenek hosszú fókuszú, fókusznyújtós képeket, nemhogy bolygókról, de például planetáris ködökről. Ugye azok nagyon picik az égbolton, hogy részleteket meg lehessen mutatni, hogy jó hosszú fókusz kell. Hát ezért van ezeknek hosszú fókuszuk. Ez is kis energiával működik, 2 kilowatt elég neki. Egyébként azt lényeges említeni, hogy ez egy európai, amerikai, kanadai együttműködés, a James Webb, és a műszerek közül 2 szállítottak az amerikaiak, 2 az európaiak. Tehát az európai hozzájárulás az nem kicsi, és ugye európai Ariane rakéta vitte a Föld naprendszernek az L2 pontjába. Ugye 0,6-től 28 mikrométerig észlel, 96-ba kezdték el tervezni, és jó sokba került, kb. 10 milliárd dollár, vagy hát ez pedig az optikai rendszer, ez egy Kors teleszkóp, ez igazából egy módosított Cassegrain rendszer, ami a, hát az asztigmatizmust azt nagyon lecsökkenti. Csak 77-es egyébként, nem olyan régi találmány. Ebben az M1 tükör az ellipszoid, az M2 segédtükör az hiperboloid, de ha erre az M1, M2 tükörre néznétek, akkor olyan lenne, mintha egy Cassegrain távcső lenne, úgyhogy lehetne nyugodtan is akár Kors Cassegrainnek hívni. De mögötte van még egy ellipszoid tükör, ezért nem igazi Cassegrain. Ugye ez egy plán-parallel sík tükör, ami az M3 tükörre vetíti a képet. Ez megint ellipszoid alakú tükör. Ennek nagyon jó képe van hosszú fókusznál is. Egyébként az ESA-nak az Euclid műholdja, ami olyan 25 környékén fog indulni, és a sötét energiát szeretnék kutatni, az is majd ilyen optikai rendszerrel fog működni. Így néz ki a James Webb, ezt a képet biztos nagyon jól ismeritek. A másikat csak azért mutatom, mert ebből a szögből a James Webbnek a rajzát ezt kevésbé szokták mutogatni. Itt még a földi előkészítés során széndioxid gázzal tisztogatják a segédtükröt. Hát szerintem sokan örülnénk, hogyha főtükrünk lenne ekkora otthon. Ez az egyik műszer, a NIRCam. Itt pedig egy életnagyságú makettje van a James Webb-nek, nem maga a James Webb, meg azok, akik építették, dolgoztak rajta. Hát ezt csak azért tettem ide be, hogy lehessen látni, hogy tényleg emberek állnak a műszer mögött, na meg hogy az embertömeghez képest mekkora ez a műszer a valóságban. Hát egy-két képet itt lehet mutatni, ezekről majd is többet fogtok beszélni ezek után. Ez itt a, ez egyébként egy kompozit kép, a rózsaszínes, fehéres területek azok a HST-től származnak, a barnás területek meg a James Webb-ből, és a kettőt egymásra dolgozták, ez a Messier 74-es galaxisnak a kompozit képe. Mert egy kicsit még szeretnék beszélni a jövőről, remélem Laci engedi. Jó, igen, még kapsz 5 percet. Okay. Én el tudom húzni az időt akár egész este is. Ez egyik, nem tudom mennyire ismeritek Simonyi Károly, de 30 millió dollárt adományozott csillagászati célokra, mégpedig erre a távcsőre. Ez a Simonyi Károly távcső, ez 8,4 méteres, mostanában állt üzembe, ez egy földi távcső. Néhány kisebb távcső is várható a közeljövőben. Hát a kisebb, ja, 6,5 méteres, meg 4 méteres, de nézzetek meg milyen országokból. Irán, Mexikó, ezek nem azok az országok szoktak lenni, amik ugye a tudományban vezető szerepet játszanának. Mégis jóval nagyobb távcsőnk lesz, mint Magyarországnak. Ez a GMT-nek idén el kéne készülni, ez egy 22 méteres távcső lenne. 7 darab 8,4 méteres szegmensből állna. Chilében elhelyezett Gregory rendszerű távcső lenne. Hát lehet, hogy el kéne készülnie idén, de az első fényt az csak 29-re várják tőle. Lesz egy 30 méteres távcső is, Hawaii-on, ennek is 25 környékén már működésbe kellene állni, ez pedig egy ESO Európai Déli Obszervatórium projekt, ez építés alatt áll, már az épületnél tartanak, ez 39 méteres nyílású távcső lenne,
Mindegyik természetesen el lesz látva adaptív optikával. Egy kicsit hadd mondjam azt, hogy a plátó űrtávcső, amin én dolgozom, az 1000 éjszakát kapott a radiális sebességgörbe mérésekre ezen a távcsőn, ami még el se készült, de a 27-28 környékén már üzembe fog állni. Nyugi Laci, ez az utolsó diám. Ezt a plátót ezt csak azért mutatom, mert én ezen dolgozom, Plátó Science Management-jének a tagja vagyok, ma is volt meetingünk egyébként délelőtt, azért csak délután tudtam nekiállni ennek az előadásnak. Ez 26 darab 12 cm-es kamerából állna, minden kamera 48x48 fokos területet látna be az égbolton. A célja nem az, hogy gyönyörű képeket készítsen, hanem hogy nagyon pontos fényesség értékeket mérjen. Például egy 10 magnitudós csillagnak a fényességét egy órányi méréssel 27 mikromagnitudó pontossággal meg tudja mérni, és hát azért van szükségünk erre, hogy napszerű csillagok körül földszerű bolygókat találjunk egy év körüli keringésidővel, magyarul a Földnek az ikertestvérét. És van még egy terv, amiről nem tettem ide be képet, de feltétlenül szót kell említeni róla, ez pedig a LUVOIR. Ennek két változata is van jelenleg a tervezőasztalon. Ugye emlékeztetőül a James Webb az 6,5 méteres főtükör átmérőjű. A LUVOIR-nak a kisebbik verziója 8 méteres lenne, a nagyobbik verziója szerint meg 15 méteres, én remélem, hogy ez fog megvalósulni. Ez egy űrtávcső lenne szintén az L2 pontban. Azért LUVOIR, franciásan van kiejtve, de amerikai projekt, mert az ultraibolyában, az optikaiban és az infravörösben is működne. Hát ezzel már komoly felszíni részleteket lehetne látni a Tritonon is, mert nagyon nagy lenne a felbontása, meg a fénygyűjtő képessége. Legkorábban 2036-ban indulna. Most nagyon komolyan gondolják ezt a tervet, mert ez ugye jelentősen kiterjeszteni a James Webb-nek a lehetőségeit, egyfelől azért, mert jóval nagyobb lenne, másfelől azért, mert jóval nagyobb hullámhoztartományban működne, és van még valami, amit eddig nem említettem, ugye minden űrtávcső működhet égbolt felmérő módban, vagyis az egész eget egyszer, kétszer vagy többször végigméri, és ezekkel az adatokkal lehet dolgozni aztán, vagy pedig obszervatórium módban, vagyis mint a HST-re vagy a James Webb-re az emberek pályázhatnak távcsőidőért, és ők dönthetik el, hogy mit szeretnének észlelni, egy-egy csillagot, objektumot, galaxist, bármit. Úgyhogy a jövő az fényes, jelenleg is 14-15 űrtávcső áll tervezés alatt, vagy kivitelezés alatt, még több van a tervező asztalon, amik papíron léteznek, és próbálnak pénzt szerezni rá. Úgyhogy érdemes ezeket nézegetni, és az amatőr csillagászok számára fontos lehet, hogy a legtöbb űrtávcső adatbázis nyilvános, mind a számadatsorok, mind a képek, és ezeket lehet böngészni, keresni rajta akár új planetáris ködöket, új kisbolygókat, vagy például a zöld borsó galaxisokat, amelyekről egy másik előadásomban beszéltem, a neten megtalálható, az például amatőr csillagászok fedezték fel a HST képeken. Úgyhogy ezeket az adatbázisokat érdemes nézni. Elnézést, hogy elhúztam az időt, csak úgy gondoltam, egy jó áttekintést próbálok adni az űrtávcsők múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Köszönöm szépen a figyelmeteket!